Szervusztok, gyerekek! Teri Tancsi vagyok. Második osztályosokat tanítok. Egy újabb mese került sorra. Látható a mese címe: A Molnár, a Fia, meg a Szamár. A mese jellege pedig német tanító mese. Tehát valami fontos dologra meg fog tanítani bennünket. Az olvasókönyvetekben a 121. oldalon találjátok meg a mesét, nyissátok ki magatok előtt, illetve készítsétek el, akár csak az előző alkalommal, az olvasási munkalapokat. Az olvasási munkalapoknak a 109. és a 110. oldalán találjátok meg a meséhez kapcsolódó feladatokat. Ha elkészültetek, akkor olvasom a mesét, ti pedig kísérjétek figyelemmel, olvassátok velem közösen. A Molnár, a Fia, meg a Szamár. Volt egyszer egy öreg molnár, s annak volt egy kamasz fia. Volt egy szamaruk. Gondolták, eladják a vásáron, és jó pénzt kapnak érte. Attól féltek azonban, hogy mire a városba érnek, a csacsi elfárad. Esetleg a lába is föltörik az úton, s akkor nem kell el olyan jó áron. Ezért hát összekötötték a szamár lábát, rudat dugtak a lába közé, válukra vették, s úgy mentek vele a vásárba. Érdekes mese lesz, mert már egy szokatlan dologgal indul. Hát mi is ez a szokatlan dolog? Az ugye, hogy ők vitték a szamarat, és nem is akárhogyan, és nem a csacsi szállította őket. Hát, hogy mit gondolhattak erről a járókelők, az majd kiderül a folytatásban. Olvassuk tovább a mesét. Ahogy mennek, szembe találkoznak az úton egy emberrel. Az meglátja a csacsit a rúdon himbálózva, s elkezd hahotázni. No, az egyszer szent igaz, hogy a három közt nem a csacsi a legnagyobb szamár. Ők viszik a szamarat, ahelyett, hogy a szamár vinné őket. Hallja ezt a molnár, gondolja, van benne valami igazság? Leteszik a szamarat a földre, kioldják a lábát, s talpra állítják. Az öreg fölülteti a fiát, s úgy mennek tovább. Elől a fiú a szamáron, nyomában gyalog a molnár. Tehát hallhattuk, itt már találkoztak járókelőkkel, akik kikacagták ezt a nem mindennapi menetet, és változtattak, felült a fiú a csacsi hátára. Kiderül, hogy ez itt jó döntés volt-e, vagy újabb bonyodalmak következnek. Tovább olvasunk. Megint találkoznak egy emberrel. Az is mondja. Hát ez meg miféle mamlasz? Pöffeszkedik a szamáron, s hagyja az öreget kutyagolni. Szállj csak le, öcsém, s engedd csak szépen apádat a nyerekbe. Gondolták, ennek is igaza van. Helyet cseréltek, s úgy mentek tovább. Elől az öreg a szamáron, mögötte gyalog a fiú. Tehát újra változott a felállás.
Az édesapa és a fiú helyet cseréltek, amiben van is igazság, hiszen illendő volt, hogy az édesapa üljön a szamáron, és ne a fiú. De sejthető, hogy most sem zajlott minden zökkenőmentesen. Kiderül, hogy helyes döntés volt-e hallgatni az újabb tanácsadóra. Ismét találkoznak egy emberrel, azt sem hagyta szó nélkül. Ó, szívtelen vénység! Nem állt a szamárháton feszíteni, s közben ez a szegény gyerek már alig vonszolja magát. Ennek is igaza van, vakarta fejét az öreg. Intett a fiának, üljön fel ő is, és most már így vonultak tovább szamárháton mind a ketten. Míg csak megint nem találkoztak valakivel. Reméljük, hogy ez a találkozás nem sokat váratott magára, mert szegény csacsi igencsak le volt terhelve. Nézzük, hogyan is végződik a mese. Hallják is! Micsoda bolond népség! Ketten ülnek egy ilyen jámbor kis jószágon, jó, hogy még egy házat is nem raknak rá, tornyostul. Elszégyelte magát erre a molnár is, a fia is, és leszálltak. Most elől a csacsi ment, terhétől szabadulva ide-oda illegette magát, s mögötte kullogott a molnár meg a fia. Jön szemközt megint egy ember, azt mondja. Már csak bolond világot élünk, elől táncol a szamár, utána liheg fiastul a molnár. Úgy látszik, elérkezett a szamarak világa. Ha nem erre már méregbe jött a molnár? Úgy bizony, eddig szamarak világa volt, mert hol erre hallgattam, hol arra, kivéve a magam józan eszére. No de mától fogva beszéljetek, amit akartok, és én is azt teszem, amit akarok. Ennyi volt ez a tanítómese. Volt benne vidámság is, volt benne harag is, düh is, tehát nagyon sokféle emberi érzelem megjelent benne. És ugye láthattuk, hogy szegények akárhogyan igyekeztek, mindig volt olyan, aki kifogásolta a tetteiket. Most a folytatásban, a mese szövegével kapcsolatban oldunk meg feladatokat. Hogyha figyeltetek, akkor nem lesz nehéz válaszolni az első kérdésre, amely az olvasási munkalapotokban a 109. oldalon az első feladat, hogy hány emberrel találkozott a molnár meg a fia, hogy hányan kifogásolták a menetet. Ugye találkozott azzal, aki kifogásolta, hogy a fiú ül a szamára, hogy viszik a szamarat, hogy a fiú ül a szamáron, hogy az apa ül a szamáron, és hogy mindketten a csacsi hátára kapaszkodtak. És ugye, ha jól számoltunk, akkor ez 4 embert jelent. Tehát a helyes válasz, hogy 4 emberrel találkoztak. A második feladat ismerős lesz, mert a mesékkel, prózai szövegekkel kapcsolatban ilyet már oldottatok meg, ahol sorrendbe kell helyezni a mese eseményeit, és az események előtti négyzetekbe be kell írnotok a számokat. Hát nézzük most először ilyen sorrendben az eseményeket, ahogyan a táblán láthatjuk. A molnár felültette a fiát a szamárra,
A molnár ült fel a csacsira, a molnár és a fia vállukon vitték a szamarat, a csacsi után mentek mindketten, mindketten a szamárra ültek. Ez a sorrend nem jó, tehát akkor rakjunk rendet itt a mondatok között, amelyek tolakodtak és összekeveredtek. Nézzük, mi lesz az első esemény, természetesen, amikor rudat dugtak a csacsi lába közé, és a molnár és a fia vállukon vitték a szamarat. Nézzük, mi lesz a következő esemény. A molnár felültette a fiát a szamára, mivel bírálták, hogy ők viszik a csacsit. Tovább bandukoltak, helyet cserélt a fia és a molnár ült fel a csacsira. Majd, amikor újabb, viccesen mondhatjuk, okostojásokkal találkoztak, felültek mindketten a szamárra, ültek, és befejezésként megkegyelmeztek szegény jószágnak, és a csacsi után mentek mindketten. Remélem, sikerült beírni a megfelelő helyre a sorszámozást, és most közösen olvassuk el a mondatokat. A sorszámoknak megfelelően, ahogyan az események követik egymást, a molnár és a fia vállukon vitték a szamarat, a molnár felültette a fiát a szamárra, a molnár ült fel a csacsira, mindketten a szamárra ültek, és az utolsó esemény, a csacsi után mentek mindketten. Elhangzott, hogy ez egy tanító mese, és új kifejezéseket is tanulhatunk a mese segítségével. A harmadik feladat egyébként azért maradt ki nem tévedésből, mert ahhoz beszélgetnünk kellene, és a sajnos most veletek nem megvalósítható majd, ha visszatérünk az iskolapadba. Tehát következik a negyedik feladat, ami már az olvasási munkalapoknak a 110. oldalán található. Így hangzik az utasítás, a kérdés, hogyan olvastad a mesében a következő kifejezéseket? De ugye a mesék szövegében találunk olyan szavakat, szókapcsolatokat, amelyeket ma már nem igen alkalmazunk a mindennapi beszédünkben, de érdekességként kiemelhetjük ezeket. Az első, amit meg kellene keresnünk, keresnetek, hogy nem tudják eladni. Hagyok néhány pillanatot, elárulom, hogy a mese legeslegelső részében találjátok meg az ennek megfelelő kifejezést, de mutatom is. Úgy olvashattuk, nem kell el olyan jó áron. A következő kifejezés, elkezd nevetni. Elkezd hahotázni. Ha valaki hahotázik, annyira hangosan nevet, hogy közel és távol mindenki oda kapja a fejét, hogy mi történik, mi az a vicces dolog, amin valaki ilyen hahotázva nevet. A következő kifejezés, dühös lett. Mai szóhasználattal mondhatnánk, ezt mi Tancsik nem nagyon szeretjük, hogy pipa lett valaki. Itt úgy olvashattuk, hogy méregbe jött. Méregbe jött. A következő kifejezés, gőgösen viselkedik. Elszállt magától.
mese szövegében pöffeszkedik, pöffeszkedik, és a legutolsó szókapcsolat, szelíd kis állat, ez is egy nagyon érdekes kifejezés, és kedves kifejezés, jámbor kis jószág a csacsi. Ha most nem is tudjátok mindet beírni a megfelelő helyre, amikor esetleg visszanézitek, akkor pótolni tudjátok. Az utolsó előtti képen pedig a meséből olvashatunk egy idézetet, hogy mire is tanított meg bennünket. Először a Molnár tanította meg, és bennünket is megtanított ez a mese valamire. Ugye, ahogyan a Molnár elmondta, hogy úgy bizony, eddig a szamarak világa volt, mert hol erre hallgattam, hol arra, kivéve a magam józan eszére. No, de mától fogva beszéljetek, amit akartok, és én is azt teszem, amit akarok. Tehát a fő tanulság, hogy hallgassunk mindig a józan eszünkre, ha néha ez nehézségekbe is ütközik, és mások mást súgnának nekünk, és akkor soha nem kerülünk bajba. Ajánlanák nektek még az óra befejezéseként egy oldalt, ahol verses formában, vicces képek segítségével egy újabb diafilmként megnézhetitek a Molnár, a fia meg a szamár című mesét. Ennyi volt ez a tanítómese, köszönöm a figyelmeteket, további szép napot! Szervusztok!